Kedves nézőink, az elmúlt héten szerdán egészségügyi demonstráció zajlott Ajkán a Sétáló utcában. A rendezvényen mi is ott jártunk. Ez a jelenlegi ajkai megmozdulás, ez elsősorban szakszervezeti megmozdulás, illetve az ágazatban dolgozók közös akaratát fejezi ki a szegénykórház demonstráció. Ezt Budapesten is megmutattuk már ott egy akciószövetség keretében, nagyon sok szakszervezet és nagyon sok civil kezdeményezés volt mögötte. Ide Máriával együtt hoztuk el, aki a szakszervezetünk tagja. Amit meg akarunk mutatni és szeretnénk közzétenni az, hogy a társadalom tagjai, a vidéken élők is lássák azt, hogy az egészségügyi ágazatban komoly gondok vannak. Ellátási gondok, munkaerőgondok, utánpótlás gondok. Ezt szeretnénk megjelenteni mindenképpen. Az egészségügyben nagyon sokféle területen dolgoznak emberek, nem csak nővérek, nem csak orvosok. Önök tudják képviselni mindannyiuknak az érdekeit, tehát kikre terjed ki az önök mozgalma? A mi mozgalmunk valóban az egészségügyi ágazat minden szegmensére kiterjed, hiszen tagjaink között orvosok, szakdolgozók, egészségügyben dolgozók, az úgynevezett gazdasági és műszaki háttér dolgozói is ott vannak, sőt, képviseljük a szociális ágazatban dolgozókat, és némely olyan területen is vannak egészségügyi dolgozók, ahol önök nem is gondolnák. Az egészségügyi intézményekben, ahol az iskola nővérek dolgoznak, vagy éppen olyan bentlakásos oktatási intézmények, ahol speciális körülmények között vannak, említhetném a gyengén hallókat, gyengén látókat, ahol állandó egészségügyi feladat van. De a foglalkozás egészségügy vagy a vasút egészségügy is ide tartozik. Nálunk minden szegmensére kiterjed az érdekvédelem ebben a szervezetben. Az egészségügy gyökeres átalakítása, javítása azt gondolom mindannyiunk célja és érdeke, azonban ez rendkívül nagy anyagi forrásokat igényel. Látnak önök erre lehetőséget? Lehetőséget mindig látunk, esélyt néha úgy látjuk, hogy van, néha úgy látjuk, hogy nem. Most eléggé nagy forrongás van, és azt el kell, hogy mondjuk, hogy bármennyire is néha nagyon elégedetlen hangok hallatszanak, de azt azért szeretnénk jelezni, hogy itt kormányzati ciklusokon keresztül történt az, hogy az egészségügy ilyen helyzetbe jutott, és talán az utolsó két ciklusban látható erőteljesebb jele annak, hogy valóban hozzá is nyúlnak. Most viszont ennél sokkal erőteljesebb befolyást szeretnénk kérni a döntéshozóktól, a finanszírozás területén, a képzés átalakítása területén, az utánpótlás biztosítása területén. Biztos, hogy az intézményi rendszerekhez is hozzá kell nyúlni, de ebbe is mindenféleképpen szeretnénk, hogyha jelen lehetnénk, hiszen az intézményekben dolgozóknak a helye mindig mindenhol meg kell, hogy maradjon, vagy a rendszerben meg kell, hogy maradjon, hiszen nagyon kevés dolgozó van az ágazatban. Nyugtasson meg akkor mindenkit, ahogy mondta, van tehát esély a javulásra? Mi mindenképpen ebben reménykedünk, hát optimisták vagyunk, és van bennünk egy olyan elhivatottság, amely át is segít a nehézségen sokszor bennünket, viszont van egy határ, amit már tovább mi sem bírunk. Most ezért is szól ez a demonstráció, a szegény kórház kifejezés, az a szegény egészségügyet, vagy az aggályos, a problémás egészségügyet akarja megjelenteni, tehát nem egy szegény kórházról, ahol a szegényeket látják el. Azt szeretnénk, hogyha az ellátás biztonságosan mindenkihez eljutna, ehhez viszont megfelelő feltételek, megfelelő körülmények tartoznak. Ezrével dolgoznak az egészségügybe, nagyon sokan. Mégis ön volt az, aki egy mozgalmat elindított az élére állt. Mitől tett be a pohár? Hát sokszor elmondtam, hogy mikor az ember bemegy az osztályra, és megtapasztalja, hogy mennyi beteg jut rá, és akkor kap egy gyomorgörcsöt, hogy na ezt a mai napot is éljem túl, mert olyan mennyiségű a beteg, amit nem tudok becsülettel ellátni. És így teljesítünk évek óta szolgálatot, és egy kolléganő, akinek haldoklott az édesapja, bent teljesített szolgálatot, miközben az ő édesapját nem volt, aki ellássa. És ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy ezek a lányok nem ezt érdemlik. Ön valósággal ikonikus személy lett, szimbóluma lett ennek a mozgalomnak. Így is gondolta ezt, amikor a közélet színpadára lépett? Nem, ezt nem gondoltam, és nem is tartom magam annak. Én ugyanolyan egyszerű gyermekszakápoló vagyok, illetve most visszaadtam a diplomámat, mint ápoló, segédápoló helyezkedem el. Én nagyon szeretném, hogy az egészségügyben dolgozók megkapják a méltó bérüket, és
az egészségügyben dolgozók minden rétege. Tehát ne osszanak meg minket a részleges béremelésekkel, amik ebben a pillanatban sem valósak, tehát az, amit lekommunikáltak, semmiféle béremelésünk nem történt. Illetve, hogy legyen nővér, aki ellátja a magyar betegeket, mert napi 3 nővér és 2 orvos adja el az országot. Nem működik a magyar egészségügy. Nem hiszem, hogy lenne az országban olyan, akár civil, akár politikus, aki elégedetlen nem az egészségüggyel. Mégis az ön fellépése valóságos politikai vihart kavart, vihart indított el. Van bármilyen politikai vonatkozása ennek? Hát úgy érezzük, hogy Zombor Gábor úr valóban megértette a mi problémánkat, és átlátta, hogy ez nem fog így tovább működni. Ő ezt ki is mondta, hogy önöknek mindenben igaza van, és szinte mi akkor éreztük, május 12-én, amikor ő ezt kimondta, hogy nem lesz sokáig ő a mi képviselőnk. Én ennek a vonzatának tartom, tehát ez az alulról jövő kezdeményezés vonzatának, hogy ő lemondott, és ez minket nagyon mélyen érintett. Nem tudjuk, hogy hogy lesz tovább, ezért szólítjuk meg most a civil társadalmat, az embereket, hogy Magyarország a magyar egészségügyért. Ezért feszítettük ki ezt a molinót a hídon is, hogy kérjük a magyar társadalmat, a civil embereket, akik sajnos be fognak kerülni ebbe a nem működő ellátórendszerbe, hogy álljanak mögénk és segítsenek nekünk, ne csak a netadó tüntetésen menjen ki az a tömeg az utcára. Most már csak mi magyar emberek tudunk nyomást gyakorolni erre a kormányra, hogy nem működik a magyar egészségügy. A magyar emberek segítségét szeretnénk kérni. Az ön személyes sorsa is nagy fordulatot vett ennek az ügynek, ennek a fellépésnek a kapcsán. Hol tart most jelenleg a személyes sorsa? Hát, mint segédápoló, hála Istennek kaptam állást, de jelenleg maximálisan a szakszervezeti tevékenységemet végzem. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a hónap erre megy el, folyamatosan demonstrálunk az ország különböző nagyvárosaiba, itt jöttünk most Ajkára is, de megyünk tovább majd Debrecenbe, Miskolcra, hogy mindenhol megmozdítsuk az embereket, és hát idős gondozással fogok foglalkozni, mivel nekem nem az a végzettségem, de nagyon szeretem az embereket, úgyhogy én nem félek attól, hogy nem tudok dolgozni. Ahol eddig jártak, hogy fogadták önöket az emberek, hogy látja, mennyire lehet mozgósítani őket? Hát meglepetésként éri őket, hogy mi nem adtuk fel a harcot, megyünk tovább. Ezért is van ez a szegény kórház sátrunk, amit egy fényképen hozunk el, hiszen nem tudjuk fölállítani a szegény kórházat, ami Budapesten egy hétig állt, és több ezren fordultak meg ott, ahol bemutattuk az elavult orvosi műszereket, eszközöket, vagy a körülményeket, ahogy dolgozunk. Abban bízunk, hogy az emberek rádöbbennek, hogy igen, ebbe kerülünk bele mi is, ugyanabba, amiben 40 évvel ezelőtt feküdtünk, ugyanabba az ágyba, és hát szeretettel fogadnak. Én azt látom.